Labut Péjovics, Momcsilo Saránovics, Isidor Mógin, Borislav Lajkov, Zsivko Gágics, Svetozár és Milan Gávrics, Stevan Kujic, Iván Csírics, Hóvé Frigyes, Todol Cvejanov és Vujica Csiplics 1941. november 11-én a halálfala előtt sortűz által vesztette életét. 1941-42 őszének istelének tragikus eseményeire emlékezett ma néhány óbecsei. A megemlékezésen a Községi Nyugdíjas Egyesület, a Szerb Haladó Párt, a Kommunista Párt, a Községi Önálló Szakszervezetek Szövetsége, valamint a Harcosok Szövetsége községi szervezetének a képviselői vettek részt. A Harcosok Szövetségében végig kell gondolnunk azt, hogy jövőre ezt a megemlékezést másképp szervezzük meg. Helyezzünk el koszorúkat, és egy tribün keretében beszélgessünk el a fiatalokkal ezekről a mondhatjuk gyerekekről, akik az életüket adták azért, hogy mi most itt így beszélgethessünk. Volt egy hisztérikus kommunista ellenes időszak, és az emberek a II. Világháború eseményeit és az áldozatokat egy kalap alá vették a kommunizmussal. Nem akarjuk megérteni, hogy ők a mi áldozataink, akik előtt fejet kell hajtanunk, az pedig, hogy partizánok vagy ifjú kommunisták voltak, azaz ő meggyőződésük volt, amit tisztelnünk kell, mert ezek nevében áldozták fel az életüket. Az események és a Miló börtönben történt borzalmak mindig különleges helyet foglalnak majd el az emlékezetekben. A feljegyzések szerint 1941. október 1-je és 1942. február 20-a között 400-500 óbecsei raff fordult itt meg. A fasiszták ebben a hírhedt börtönben a hazafiainkat, az ifjú kommunistákat és a kommunistákat szörnyű kínzásoknak vetették alá, végül pedig a Magyar Királyi Főparancsnokság óbecsei hadbírósága halálra ítélte őket. Habár a kivégzettek fiatalok, némely esetben szinte gyermekek voltak, tisztában voltak azzal, hogy a szabadságét és az egyenlőségét folytatott forradalmi harc áldozatokkal jár. Az építkezési törmelék, ipari és háztartási hulladék, állattetemek, a tavalyi évben a Péter révéről Mohol felé tartó út mentén lévő illegális szeméttelepről több mint 1500 tonna szemetet takarítottak el. De ki az, aki ide dobálja a szemetet? Aki csak éri, mindenki oda dobálja ki a szemetet. Moholról is ide hordják, de a Péter révelyek is ide dobálják a hulladékot. Ki tudja ki, de minden nap van valaki, aki ott dobja ki a szemetet. Nem tudom, talán a moholiak, vagy a mi falunkból valaki. Ott régen szeméttelep volt, és az emberek hozzászoktak, hogy oda hordják a szemetet. Moholról is idejönnek. Egykor mi így oldottuk meg a szeméttel való gondunkat, hogy kihordtuk a szemetet oda, de most már a közvállalat rendszeresen hordja a szemetet a házaktól, viszont egyesek nem veszik ezt figyelembe, és pótkocsikkal hordják ki oda a szemetet. Nem tudom, én nem járok arra, de hallottam, hogy vannak, akik oda dobálják a hulladékot. Vannak, akik nem tisztelik a törvényeket. Mindenki ott dobja ki a szemetet, az ipari hulladékot Moholról, Adáról hordják ide, de nem csak ott van rendetlenség. Itt a faluban is az elhagyatott házak tele vannak szeméttel. Az egyes személyek felelőtlenségét végül az óbecsei polgárok fizetik meg. Ezt legjobban mutatja az is, hogy az óbecsei önkormányzat költségvetéséből a tavalyi évben 500 000 dinárt fordítottak 3 illegális szeméttelep eltakarítására. A Péter révei mellett Óbecsén a Bolmán utcai és a Fő utcán a 49-es házszámú elhagyatott háznál. Egy év telt el azóta, hogy eltakarították a Péter révei illegális szeméttelepet, azóta azonban a helyzet újra a régi. A hulladék egészen a főútig terjedt, ami miatt a Tiszamente Óbecse Kft. A Középbácska DTD vízgazdálkodási vállalattal együttműködve a szemetet buldózerrel tömörítette össze. A mi javaslatunk, hogy ezt a területet felerősített felügyelet alá helyezzük, és videómegfigyelő rendszert is kihelyezzünk, hogy azok, akik ezt teszik, büntetésben részesüljenek, és ezáltal talán megakadályozzuk, hogy ez újból megtörténjen.
A Tiszamente Kft. Felajánlotta, hogy az illegális szeméttelep helyére biztosít egy önműködő videó megfigyelő rendszert, amely a bejáratnál lesz felszerelve, és rögzíti ki, mikor megy be. Viszont a vállalatnak nincs felhatalmazása arra, hogy feljelentést tegyen az adott személyek ellen. Ehhez be kell kapcsolódnia a felügyelőségnek és más hatósági szerveknek is, akik megtehetik a további lépéseket, és esetleg büntetéseket írhatnak ki azoknak, akik felelőtlenül viselkednek és szennyezik a környezetet. A szeméttelep végleges eltakarítása nagy költséget jelent számunkra, de végül az önkormányzat számára is. Mi most csak a főútról toltuk el a szemetet egy közeli gödörbe, de előbb-utóbb ezt el kell takarítani onnan, és vagy a botrai, vagy a regionális szeméttelepre kell kivinni a szemetet. Ezek nagy költségek, amelyeket a felelőtlen személyek miatt vagyunk kénytelenek erre a célra fordítani. Az illegális szeméttelep helyszínétől 20 méterre van kihelyezve a tilos a hulladék kirakodása, feliratot tartalmazó figyelmeztető tábla. Azonban ez nem elegendő ahhoz, hogy ne alakuljanak ki újabb szeméttelepek. Elengedhetetlen a szisztematikus ellenőrzési és büntető politika végrehajtása azokkal szemben, akik illegálisan dobálják szét a szemetet, és ezzel ökológiai károkat okoznak. A tegnapi nap folyamán az Óbecse Gombos Dunatisza Duna csatornán lévő szennyezettség Szent Tamás területéről elért Óbecsére is. A Vajdaság Vizei Közvállalat intézkedéseinek köszönhetően a csatorna Szent Tamás területén lévő részén a helyzet jelenleg szabályos és a vízminőség kielégítő. A szennyeződés azonban a lefelé haladó árhullámmal elérte az Óbecse-Gombos csatorna óbecsei részét, ahol jelenleg a szennyeződés veszélyt jelent a halállományra, áll a Vajdaság Vizei Közvállalat hivatalos közleményében. Ugyanakkor hozzáteszik, a kucurai zsilipnél történő nagy mennyiségű tiszta víz átengedése ellenére sem sikerült javítani a vízminőségén a teljes csatornára mentén. A Vajdaság Vizei Közvállalat kiemelte, az elmúlt 10 évben nem volt ilyen szintű és időtartalmú szennyezés. A felügyelők a helyszínen még mindig vizsgálják a szennyezettség okát. A közvállalat napi szinten követi a helyzetet, és minden intézkedést megtesz, ugyanakkor minden változásról a nyilvánosságot is értesíti. Óbecse község oktatási intézményeinek mintegy 200 munkatársa ünnepelte meg együtt a pedagógusok napját a Szebel Gyurkics Általános Iskola előcsarnokában. Óbecse községben sok iskola van, sok foglalkoztatott dolgozik az oktatásban. Ez egy szép módja annak, hogy barátkozzunk, hogy ápoljuk a kapcsolatokat. Vannak olyan találkozásaink, amelyek során tapasztalatot, véleményt tudunk cserélni és barátkozunk. Igazán boldogok vagyunk, hogy ismét olyan 200 vendégünk van, ennyi tanügyi dolgozó jött el a Szebel Gyurkics Általános Iskolába, hogy együtt ünnepeljük meg ezt a napot. Jó munkakapcsolatokat ápolunk, és ez is egyik példája annak, hogy a község összes általános és középiskolája jó viszonyban van, és szeretnek együttműködni. Az önkormányzat támogatásának, a polgármesternek és oktatási segédjének, Szuzana Gyukicsnak köszönhetően meg tudtuk szervezni ezt az estet, amihez a szponzorok és a jó akaratú emberek is hozzájárultak. A korábbi években a pedagógusok önállóan saját intézményeikben ünnepeltek, de a községi általános és középiskolák aktívájának a kezdeményezésére tavaly óta közös ünnepséget szerveznek. A tanügyi dolgozók a több órás, kellemes hangulatú barátkozás során énekeltek és táncoltak is, a legszerencsésebbek pedig a tombolán ajándékot is nyertek. Az Óbecsei Körgalériában megnyitották Boris Lozanov gyűjtemények című kiállítását. A kiállított rádiók, magnók, lemezjátszók, vetítők, diavetítők az elmúlt század 50-es és 60-as éveinek technikáját mutatják be.
A kiállítás célja az, hogy a barátaimnak, ismerőseimnek, a helyieknek és a látogatóknak bemutassam, egykor milyen készülékek működtek Óbecsén. Az volt a technikai fejlődés kezdete. Az itt kiállított rádiókészülékek az akkori három legfontosabb rádióállomást fogják. Ez a Luxemburgi Rádió, a Londoni Rádió és a Szabad Európa Rádió. Ezek számomra és az én generációm számára fontos rádióállomások, mert abban az időben a fiatalok számára ezek az állomások ablakot nyitottak a világra. Kiállításra kerültek a jugoszláviai gyártmányú rádiók, mint az egyik legrégebbi 50-es évekbeli Tesla rádió, valamint a Socsa, Pupin, Chansona, Melodia gyártmányú rádiók is, de megtekinthetők a magyarországi Melodin, a szlovén Iskra, Szezsanna gyártmányú rádiók. A kiállított tárgyak ma is működőképesek. Ezeknek a készülékeknek én adtam új életet. A legtöbbjük a fáskamrákban, a padlásokon álltak évekig, kitéve a nedvességnek, az egereknek, és igen sok munka volt velük. De örömmel tölt el, hogy mindegyiküket sikerült működőképessé tennem. A tárlat szervezője a kiállítással szerette volna felidézni, milyen volt 60 évvel ezelőtt az óbecsei fiatalok kulturális és sportélete. A tárlat keretében a korszak labdarúgóinak, boxolóinak, jégkorongjátékosainak fényképét, de az akkori fiákerek és a vendéglátó létesítmények fényképei is láthatók, mint az egykori najlon vagy a csárda vendéglő. Mivel jövőre a Becsei Labdarúgó Klub fennállásának 100. évét ünnepli, kiállítottam az egyes sportágak fényképeit is, amelyek az akkori időkben készültek. Több generáció fényképeit lehet megtekinteni, talán nincsenek itt a legkorábbi képek, mivel Óbecsén a labdarúgással 1911-ben kezdtek foglalkozni. Volt néhány klub 1918-ban, de az még az osztrák-magyar monarchia idején volt. A Gerbernek volt saját vállalati klubja, amely a magyarországi ligában játszott, köztük Milan Milovanov, aki a magyarországi válogatott játékosa volt, és egyben a legidősebb helyi labdarúgóként emlékszünk rá. Boris Lozanov 12 évesen kezdte gyűjteni a moziplakátokat, a filmek rövid leírását tartalmazó füzeteket, jelvényeket. Ezekből mostanra több mint 2000 van gyűjteményében. Elmondása szerint hivatalosan 5 évvel ezelőtt nyugdíjba vonulása után kezdett a gyűjteményekkel foglalkozni. Egyik vágya, hogy működőképessé tegye a gyűjteményének legöregebb Philips márkájú rádióját, amely az 1929-es évekből származik. A gyűjtemények című kiállítás november 16-áig tekinthető meg a Körgalériában. Az Óbecsei Városi Színházban december 1-én az Óbecsei Katica Bogár Polgári Egyesület szervezésében először kerül sor a BEDEF Gyermekművészeti Fesztiválra. A szervezők elmondása szerint a fesztivál kezdetének időpontja utólag lesz meghirdetve. A fellépéseket és az elismerések kiosztását ugyanazon a napon szervezik meg. A díjak kiosztására 18 órakor kerül sor. A gyermekfesztivál lényege, hogy népszerűsítse a gyermekek kreativitását. Idén az anyagi eszközök hiánya miatt csak a zenei művészetre fókuszálunk. Idén a gyerekek énekversenyen vehetnek részt. Jövőre szeretnénk kibővíteni a fesztivált prózamondással és képzőművészeti versennyel. Egy képzőművészeti kolóniát szeretnénk szervezni, és egy pályázatot is indítunk majd, amelyre a gyermekek beküldhetik az adott témára létrehozott képzőművészeti alkotásaikat. A zenei versenyen a jelentkezők két kategóriában lépnek fel, a 7-től 10 évesek és a 11-től 14 évesek kategóriájában. Mindkét kategóriában három nyertest díjazunk, vagyis az első, második és harmadik helyezés részesül elismerésben, és egy pénzbeli díjat is kiosztunk majd. A versenyzőknek a Katica Bogár együttes egy választott zeneszámát kell előadniuk az eredeti zenei alapra énekelve. Ugyanakkor másik két zeneszámmal is készülniük kell, amelyet a zsűri kérésére előadhatnak. A versenyzők az együttes dalait a képernyő alján kiírt honlapon találhatják meg,
ahol a dalszövegek és a zenei alapok is fel vannak tüntetve, hogy a jelentkezők fel tudjanak készülni a versenyre. A résztvevőket szakzsűri értékeli majd, akik értékelik a hang tisztaságát, a hanglejtést, a színpadi fellépést, és azt, hogy a versenyzők mennyire tudják kifejezni az általuk előadott dalok értelmét. A háromtagú zsűri tagjai Branislav Drobác, az Óvecsei Petár Kónyovics Zeneiskola szolfés tanára, dr. Vitkai Kucsera Ágota, az Újvidéki Művészeti Akadémia rendes tanára, és Jován Adamov zeneszerző és karmester, aki a gyermekművészetek terén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik. A résztvevők lámpalázának enyhítése érdekében a versenyzők fellépését a refrének alatt a Katica Bogár kórus kíséri, míg a zárókoncerten a Katica Bogár együttes élőzenével kíséri majd a fellépőket. A fellépőket a Katica Bogár kórus fogja kísérni ez alkalommal a Szeverdürkit általános iskola gyermekkórusával együttműködve, másik Topolcsányi Erzsébet vezetésével. Szeretném felhívni a figyelmét minden olyan Óbecsei gyermeknek, aki tud és szeret énekelni, hogy jelentkezzen a fesztiválra. A jelentkezések határideje november 22. Az érdeklődők a BEDEF fesztiválra az internetes honlapon keresztül jelentkezhetnek, ahol a választható dalok listáját és a verseny feltételeit is megtalálhatják. Az Óbecsei Szociális Központ keretében működő nappali otthon és a Labut Péjovics iskoláskor előtti intézmény közösen emlékeztek meg a tolerancia napjáról, amelyet az UNESCO kezdeményezésére 1995 óta ünnepelnek meg ezen a napon. A munkatársak, az önkéntesek és a nappali otthon gyermekei több mint 100 óvodást láttak vendégül óvónőikkel együtt. Az ebből az alkalomból szervezett festőműhelyen az óvodások megismerkedhettek az otthonban élő gyermekekkel, és ezáltal a tolerancia fogalmát is megismerhették. Ez már hagyományá vált, mert a kis barátaink minden évben átjönnek, és itt kreatív dolgokat készítünk együtt. A mi gyerekeink a múlt hét folyamán előkészítették ezeket a lemezeket, vágtak, festettek, grafomotorikai gyakorlatokat végeztek. Ezt most itt együtt kidolgozták, és az elkészült tárgyakat az óvodások ajándékként hazavihetik. A műhely munkákat úgy alakították ki, hogy a gyermekek számára a közös munka és barátkozás által megteremtsék az együvé tartozás érzését, a toleranciát és a másság elfogadását. Számomra a tolerancia napja azt jelenti, hogy eljönnek a kicsik az óvodából, és én nagyon örülök ennek. Amikor befejezzük a rajzokat, megtöröljük a kezünket, én nagyon jól érzem magam. Örülök annak, hogy eljöttek az óvodások, hogy megtanultak rajzolni, és mi közben segítünk nekik, ha szükség van rá. Ez kicsit nehéz nekik, és mi ilyenkor segítünk, ha valamit nem tudnak. Én valóban elégedett vagyok a mai nappal. Meg kell tanítanunk a gyerekeket, hogy hogyan kell festeni, hogy hogyan kell előbb az ecsettel a pohárra felvinni az akril festéket, és hogyha kész vagyunk a festéssel, meg kell törölnünk a kezünket. Én elégedett vagyok az óvodások munkájával. Minden jól alakult, mert a gyerekek szépen rajzoltak, és nagyon igyekeztek. A tolerancia kölcsönös tisztelet, elfogadás, együttműködés más szexuális irányultságú, más vallású, más nemzetiségű és eltérő véleményű emberekkel. A kölcsönös tiszteleten is a sokféleség elfogadásán alapuló tevékenységek nem idegenek a napközi gondozóinak. Mi igyekszünk mindennapos oktatás keretében tudatosítani a gyerekeinkben, de szélesebb körben a polgárokban is azt, hogy mi a tolerancia. Mindenek előtt önmagunk kell, hogy toleránsak legyünk, és csak utána várhatjuk el azt, hogy mások is azok legyenek velünk. Mert ahogyan a mi ajándékainkon is írja, a csillagok alatt mind egyformák vagyunk. Úgy véljük, hogy a gyerekek már a legfiatalabb korban meg kell, hogy tanulják azt, hogy léteznek különbözőségek az emberek között, de végeredményben mindannyian egyformák vagyunk. A heti tevékenységek után a napközi otthon gyermekei hétfőn fogadják a Tiánai Jurty alapítvány képviselőit, akik előadást tartanak a toleranciáról. Kedden pedig a Városi Színházban a Labut Péjovics iskoláskor előtti intézmény előadásán vesznek részt a tolerancia és a gyermekek jogainak napja alkalmából.
Az Óbecse 1918 ifjúsági labdarúgóklub szombaton a Szabadkai Bácska 1901 csapatát látta vendégül. A mérkőzés végén 1-1 volt az eredmény. A Szerb Liga vajdasági csoportjának 13. fordulójában a fehérkékek a mérkőzés utolsó perceiben vesztettek el 3 pontot a Tiszaparti Városi Stadionban. Őrült meccs volt, minden megtörtént, mindenféle hibák voltak, nagy lehetőségek és gólok. Végső soron az 1-1 teljesen rendben is van, nem vagyok különösebben elégedetlen. A mi célunk az, hogy mindenkivel pályára lépjünk itthon és más pályákon is, hogy nyíltan, támadóan játszunk, amit ma meg is mutattunk. Mi nem tudunk másképp focizni, és nem is fogunk mindaddig, amíg én ebben a klubban vagyok. Szombaton Óbecsén egy remek meccset láthatott a közönség. Sok helyzet volt, 2 piros lap került kiosztásra, és 1-1 gólt rúgott mindkét csapat. A mérkőzés tempóját az óbecsei csapat diktálta, szemmel láthatóan domináltak a pályán, és 6 helyzet után végül gól is született. A 41. percben Zlícsics elvette labdát a vendégektől, majd Erdejánhoz passzolta azt, aki a vendég hálójába talált. A szabadkaiak mindössze 2 helyzetet teremtettek a pályán, a legjobbat a 19. percben, de Glišović pár méterről sem tudott a hálóba találni. Volt lehetőségünk az első félidőben, de elszórtuk a 3 méteres zicsert, pedig Glišović jó helyzetben volt. Ahogy mondja, nekünk nem is voltak igazi lehetőségeink. Ilyen a foci, ha nem adsz bele mindent, nem is ad. Mindent bele kell adni, különösen egy ilyen csapat ellen, mint a Becsei. Nem ismerem őket jól, de emelem előttük a kalapom. Nincs mint sajnálkoznunk, ha beülünk az autóbuszba, ünnepelnünk kell, hogy pontot szereztünk. A második félidő hasonló volt, a hazaiak diktálták a tempót, és több lehetőségük volt, mint az ellenfélnek. Amikor már mindenki azt gondolhatta, hogy az óbecseiek fognak diadalmaskodni és újabb 3 ponttal gazdagodnak, a 93. percben a szabadkaiak Rajkovača révén gólt és pontot szereztek Óbecsén. Habár talán megváltoztattuk a hozzáállásunkat a második félidőben és kicsit többet támadtunk, a Becsei továbbra is sokat támadt, megérdemelte volna a 3 pontot. Azzal az akarattal, amivel ma játszottak, a teljes siker őket illette volna meg. Én edzőként nagyon elégedett lehetek, mert szinte semmiből tudtunk pontot szerezni. Egy élési folyamat van a csapatban, kitartóan kell dolgoznunk, és végig úgy kell játszanunk, ahogy most a Szabadkai Bácska ellen. Ez egy elvárás, hogy a legjobbakkal legyenek mérhetőek, mert ma már nüanszok döntenek a fociban. Az óbecsei csapat előtt még 2 mérkőzés áll a liga ezen részében. Először Mitrovicán a Rádnicskinál fognak vendégeskedni, majd a téli szünet előtti búcsú mérkőzést a saját pályájukon játsszák majd a kékfehérek, amikor is 2 hét múlva a zombori Rádnicski 1912 csapatát látják vendégül. A Vojvodina labdarúgó klub szombaton 1-2 arányú vereséget szenvedett a Verbás csapatától. A csonopjai Sloga és a Pacséri Bácska pályáján elszenvedett egymás utáni vereségek után a Vojvodina játékosai a Vajdasági Liga északi csoportjának 13. fordulójában ezúttal a 23 pontos 4. helyezett Verbásztól kapott ki hazai pályán. A Vojvodina 17 ponttal megőrizte 10. helyét a tabellán. Élénk játék volt, ami az edzések eredménye. Engem nem lepett meg a győzelem. Korrekt, jó mérkőzés volt, és szerintem megérdemeltük a győzelmet és a 3 pontot Bácsföldváron. Azért jöttünk, hogy ne kapjunk ki, és végül még győztünk is. Én nagyra becsülöm a Vojvodinát, látszik, hogy jó, házias a hangulat, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. Gratulálok a fiúknak. Két különböző félidő. Az első félidőben ostoba gólok a mi szokatlan hibáink miatt. Az első félidő gyenge volt, párharc, akarat, minden nélkül. Minden olyan nélkül, ami eddig bennünket jellemzett. Az akaratunknak köszönhetően tudtunk hihetetlen eredményeket elérni, amiről mindenki beszél, amikor 5., 4., 3. helyen voltunk. Ez az akarat elveszett, elfáradtunk, de kell, hogy legyen itt még minőség. Erősíteni kell a csapatot ott, ahol nem működik olajozottan, mint a támadásban, ami a leggyengébb pontunk.
A mérkőzés kezdetét a berbásziak 4. percben lőtt első gólja tette emlékezetessé. Milos Szímics szabadrúgásból szerzett gólt 25 méterről, és a vendégek 1-0-ra vezettek. A mérkőzés első felében az egyetlen szép lehetősége Nenad Kudricnak volt, aki a 19. percben a büntető vonalról lőtt, de Krunic jó helyen volt. A 25. percben ismét az első gólt szerző Szímics hajtott végre szabadrúgást, és a labda ezúttal is a hálóba talált, aminek köszönhetően a vendégek 2 gólos előnyével ért véget a félidő. A vendégeknek a 37. percben újabb gólesélyük volt, amikor Jovicic kapufát lőtt, és az első félidő utolsó percében pedig hálóba is találtak, de a bírók lestítéltek meg. A második félidő 49. percében a Vósák Kudric büntető rúgása révén 1-2-re szépített. Ez lett a mérkőzés végeredménye is. A Crvenka ellen, ma a Verbász ellen, legutóbb a Pacsér ellen szinte saját magunkat győztük le ezen a 2 mérkőzésen, hibákat követtünk el. A második félidővel elégedett lehetek, megmutattuk, hogy tudunk, de egyszerűen az első félidei 2-0 után csak hajtod az eredményt, egyszerűen nem ment. A mérkőzés különlegessége, hogy a Vojvodina 35 hazai pályán játszott meccs, és 3150 perc után szenvedte el első vereségét otthon. A bácsfölvári csapatot itt utoljára a Verbászi községhez tartozó Kucurai Iskra győzte le 2016. október 16-án 1-0-ra. A Vajdasági Liga északi csoportjának 14. fordulójában a Vojvodina Bács-Petrőcre utazik majd, ahol a Mladosz csapata ellen lép pályára. Nem adjuk meg magunkat, továbbra is jó úton haladunk. A célunk az, hogy ebben a Vajdasági Ligában maradjunk. 2 fontos mérkőzés áll előttünk, amelyeken nagyon oda kell tennünk magunkat, a játékosoknak magukhoz kell térniük. Remélem, jól játszunk majd Bács-Petrőc ellen, aztán fogadjuk az Apatini Mladosztot, hogy győzelemmel fejezzük be az idényt. Én továbbra is bízom ezekben a fiúkban és a klubban, tudom, hogy képesek rá. Most egyszerűen válságba kerültünk, amiből remélem, hogy sikeresen kilábalunk.